A szép korúakat köszöntötték Sopron németiben. Köszöntöm Önöket, és mint ahogy mondtam, nagyon jól tudják, hogy minden évben időt szakítunk arra, hogy megemlékezzünk a 60 év fölöttiekről. Tesszük ezt azért, mert szeretnénk ezzel is kimutatni azt a hálánkat, hogy megköszönjük Önöknek azt a sok segítséget, amit idáig értünk és a faluért tettek. Lehetőségeinkhez mérten mi is próbáljuk az időseket segíteni, ezt azt gondolom Önök is nagyon jól tudják most ebbe az évbe például, hogy sokkal hozzáférhetőbb legyen. Már ki van alakítva az új könyvtárhelyiség, ami ugye, minek is mondják, akadálymentes, így ezáltal az idősebbek is látogathatják majd, mert ugye ami fönt van itt a könyvtár teleház, ez lépcsőn keresztül megközelíthető, ezért az idősek számára sokaknak azt gondolom ez elérhetetlen volt. De azon kívül is próbálunk más dolgokba is segíteni. Ilyen például ugyan nem mindenkit érint, de azért elég sokat, 10-11 pár főt vagy családot minden évben a szociális tűzifa program keretében is lehetőségeinkhez mérten segítünk, és minden évben pályázunk, még idáig minden évben nyertünk, és sőt, talán még emlékezetes az a kimagasló eredmény, amikor talán országosan a legtöbbet, 400 erdei köbmétert nyert, amikor ha valaki végigment az utcán, akkor láthatta, hogy itt tűzifa tenger van németében, mert minden ház előtt szinte 5-6-8 kimélőtt mennyi köbméter tűzifa volt. De visszatérve ide, a mostani rendezvényhez, a mai rendezvényhez szeretnék mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánni, a jövőbe pedig nagyon jó egészséget mindenkinek és a családjának is. Nagy tiszteletű úr, tisztelt polgármester úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is meg kell köszönni a polgármester úrnak a kedves meghívást a mai rendezvényre is, meg oly sok mindegyikre, amelyet Sopron németiből kaptam, és ha nem is mindegyiket, de a legtöbbjét igyekszem elfogadni meghívásokat, hiszen tudják, nagy a választókörzet, sok program ütközik. Köszönöm a polgármester úrnak a meghívást, és köszönöm azt a sok mindent, amit ő részben elmondott, amelyet ő a polgármesteri hivatal munkatársai, az önkormányzati képviselőtestület tagjai Sopron németiekért tesznek, és azon belül is elsősorban a Sopron németivel, hát hogy így megegyeztünk itt kint az urakkal való beszélgetésben, nem a legidősebbek, hanem a Sopron németi legbölcsebb, legtapasztaltabb lakóiért tesz az önkormányzat. Ilyen valóban a tűzifa program, ilyen a házi segítségnyújtás, a házi gondozás programja, de például ide lehet sorolni szerintem a temető melletti járda felújítását is, és nyilván van még sok más is, amelyet én most nem tudok, vagy nem jut eszembe, de Önök mind-mind tudják, hiszen itt élnek. Számomra talán mégis ennél is fontosabb, ami nem ennyire gyakorlatias, hanem inkább szimbolikus, amit megköszönünk polgármester úrnak és az önkormányzatnak, ezt a mai napi rendezvényt, amelyet most már évtizedek óta megszervez az önkormányzat, hiszen rendkívül fontosnak tartom azt, hogy kifejezzük a tiszteletünket és a hálánkat az Önök korosztálya felé. Ezt teszem már csak azért is, mert egyrészt remélem én is meg fogom élni azt a kort, és remélem, hogy én is olyan bölcsen és tapasztaltan fogok majd ülni ebben a korban, mint Önök az ilyen rendezvényeken. Másrészt pedig azért, mert meggyőződésem, hogy az én korosztályomnak igenis nagyon nagy tisztelettel és hálával kell adóznia az Önök korosztálya felé. Ha megengedik egy kis személyes történet az életemből, az én nagyszüleimnek nem volt könnyű sora. Az édesapámnak az édesapja nagyon fiatalon meghalt, édesapám még szinte gyerek volt, amikor meghalt, így aztán az édesanyja őt és a testvérét lényegében egyedül nevelte fel. Az édesanyámnak a szülei szintén megszenvedték azt az időszakot, hiszen az anyai nagyapám 1950-53-ig recske raboskodott, a kommunisták bezárták a hírhet recski haláltáborba, és még utána is nagyon sokáig megzárták a családot. Nyilván az itt ülők között sokaknak van, ha nem is ennyire kemény, durva, de hasonló személyes élménye abból a korszakból. És annak ellenére, hogy nehéz volt a soruk,
évtizedeken keresztül. Ennek ellenére, amikor az én szüleim a rendszerváltás környékén fiatal szülőként engem és a húgomat kisgyerekes családként neveltek, akkor hát emlékeznek rá, ott a rendszerváltás után nagyon sok munkahely megszűnt, hirtelen sokkal többet kellett dolgozni, mellékállást kellett vállalni, és itt tovább, és itt a nagy volt az infláció, emlékeznek erre az időszakra. És az én édesapám meg édesanyám is nagyon sokat dolgozott, és bizony, hogyha az én nagyszüleim nem lettek volna, akkor sokkal nehezebben ment volna nekik egyáltalán a gyerekek fölnevelése. Tehát az én korosztályom egészen biztos, hogy nagyon-nagyon nagy tisztelettel és hálával kell, hogy gondoljon a nagymamák és a nagypapák korosztályára, de biztos vagyok benne, hogy a nálam fiatalabbak is így vannak ezzel, hiszen egészen biztos, hogy önök, akiknek vannak unokáik, remélem minél több, önök is nagyon nagy szívvel és lélekkel segítenek be a gyermekeiknek az unokák nevelésébe, vagy egyáltalán csak ugye az életkörülmények javításába és minden egyébbe. És azért nekem meggyőződésem, hogy nekünk nagy hálával és tisztelettel kell adózunk önök elé. És ez mindannyiunk felelőssége, mindannyiunk kötelessége, nem csak a fiatal korosztályoké, nem csak nekünk közéleti szereplőké, mindannyiunké, és ezért örülök annak, hogy Sopron-Németi is azon települések sorában van, amely évről évre megemlékezik és megköszöni azt az itt élő legbölcsebbek és legtapasztaltabbaknak, azt a sok-sok munkát, azt a sok mindent, amit a falu köszönhet önöknek. És én különösen köszönöm ezt Sopron-Németi esetében, hiszen mint tudják, én 2002-ben lettem Áder Jánosnak a munkatársa, és akkor ismerkedtem meg igazából a Rábaközt településeivel, és szerte a Rábaközt járva mindig is úgy hivatkoztam Sopron-Németire, mint az a Rábaközt egyik, ha nem a legtakarosabb falujára. És ez biztos, hogy nem csak a polgármester érdeme, mert nem a polgármester virágosítja az egy személyben az egész falut, hanem, és biztos, hogy nem is csak a hivatalé, biztos a hivatal nagyon sokat tesz, meg sok pénzre pályázik, meg sok pénzt nyer, és azt mind-mind a falura fordítja, de a falu nem lenne takaros, hogyha önök, a sopron-németi lakói nem vennének részt ebben. És ezért valóban nagyon nagy köszönet jár önöknek. És ha megengednek még egy nagyon apróságot, én az önök korosztálynak még egy dolgot szeretnék megköszönni, ez pedig nem más, mint hogy belénk a fiatal korosztályokba, belénk táplálták azt az elképesztően erős hitet, ami önökre jellemző. Mert anélkül az erős hit nélkül, és nem feltétlenül, nyilván van önök között istenhívő ember, aki a jó Istenbe veti ezt a hitét, meg nyilván lehet olyan, aki nem istenhívő, az meg csak a jövőbe, a reményteli jövőbe veti a hitét. De azt anélkül az erős hit nélkül nehéz lett volna azért ezeket az elmúlt évtizedeket átvészelni. És eljutnunk odáig, ahol most vagyunk, hogy elmondhassuk, hogy Sopron-Németi az egyik, hanem a legtakarosabb faluja a Rábaköznek. És erre a hitre van egy nagyon kedves történetem, amit el szoktam mesélni ilyenkor. Ez a Berszán Lajos atya, a nevét nem hiszem, hogy sokan ismerik. Berszán Lajos atya szegény sorsú, csángó gyermekeknek tart fenn egy iskolát, meg egy kollégiumot Erdélyben. És Gimes felső lokon van ez az intézmény, és amikor oda látogattunk néhány évvel ezelőtt a feleségemmel, akkor mondták, hogy ezt az intézményt mindenképpen nézzük meg, mert az egy kis csoda, amit ott Berszán atya fölépített. És ellátogattunk az intézménybe, Berszán Lajos atya nagy örömmel vezetett minket körbe, megmutatta a szép iskolát, az osztálytermeket, megmutatta a szép kollégiumot, kis kápolnát az intézménybe, és ahogy kiértünk az intézmény udvarára, azt láttuk, hogy egy épületnek az alapjai voltak oda lerakva. És kérdeztem Lajos atyát, hogy hát mi épül itt, és mondja, hogy hát tornaterem épül, fiam, mert hát tudod, itt fönn vagyok a Kárpátok csúcsában, nyáron még csak-csak kiengedjük ezeket a gyerekeket ide a tornaórán, de hát télen itt van mínusz 20 fok, jó lenne, hogyha lenne egy kis tornatermünk. Mondom neki, na hát ez nagyon szép, gratulálok Lajos atya, és mikorra készül el a tornaterem? És Lajos atya azt válaszolta, hogy hát azt én nem tudom. Mondom, Lajos atya hogy nem tudja. És itt gondolhatná egy teljesen kívülálló ember, így hirtelen átfut az agyán, hogy hát micsoda dolog ez, most egy pap pénzt szán arra, hogy megcsinálja egy épület alapját, aztán lehet, hogy pénzkidobás, mert nem tudja, hogy fölépül-e az az épület. És azt mondta, hogy édesfiam, amit itt látsz minden, az iskola, a kollégium, a kápolna, minden így épült. Volt egy kis pénzünk, megcsináltuk az épület alapját. Dolgoztunk tovább, imádkoztunk sokat a Jóistenhez, és a Jóisten mindig megsegített minket, fölhúztuk aztán a falait, aztán a tetőt, és így szép sorban épült az az intézményrendszer, ami ott van. És hogy mekkora igazsága van, hogy valóban, amikor kicsit ilyen meg vagyunk szorulva, a hitünk nélkül, a jövőbe vetett hitünk, és leginkább
számunkra hívők számára jó Istenbe vetett hitünk nélkül, hányszor és hányszor megállhattunk volna ott, hogy csak ott van az az alap, aztán nem épül rá semmi. És egyébként a Rába közfalvai, és kiemelkedően Sopron-Németi is, az önök hitével épült elsősorban. Rengeteg gyakorlatias munkával, sok pályázattal, sok kormánytámogatással, nagyon fontos dolog, de az önök hite nélkül nem tartanánk most itt. És mi ezért vagyunk a mi korosztályunk elsősorban, ezért annyira hálás önöknek. Ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm önöknek, és abban a reményben kívánok a mai estére is jó szórakozást mindannyiuknak, hogy bízunk benne, hogy jövőre ugyanilyen körülmények között jó egészségben találkozzunk mindannyiukkal. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak, és itt lehetek önökkel. Most pedig engedjék meg, hogy szokásunkhoz híven a 70-80-90-es éveseket szoktuk köszönteni, ugye a kerekévfordulósokat. Messze menni. Varga Ibrén. Hölgyek körébe legidősebb hölgy, aki jelen van, mert ugye mi minden rendezvényen azokat szoktuk köszönteni és meg valamivel meghallálni, hogy eljöttek. Ez pedig nem más, mint Nagy Gyulán Jézus néni. Bocsánat, de a férfiaknál körülkörülnek nézni, mert elvileg lett volna több is, de úgy látom, hogy csak az egyik van itt még hozzá, Kovács László, aki 70 éves. Hát a legidősebb még azt gondolom, nem állok el nagy meglepetést, sokat szorra talán. Mostanában utóbb években a Pál Jóvács.